A meleg miatt elkezdődött a poloska invázió, ezek a rovarok sokak életét megkeserítik, kellemetlen szagukkal, valamint tömeges jelenlétükkel. De vajon vannak-e káros hatásai, és hogyan lehet védekezni ellenük? Ezekre a kérdésekre a következő percekben Ágoston Jánostól fogjuk megkapni a választ. Üdvözlöm, kezdjük először azzal, hogy azért néhány éve nem volt ennyi poloska, mi az oka annak, hogy most ennyire elszaporodtak? Valóban így van, ezek a poloskák 5 éve jelentek meg az országban, Ázsiából érkeztek, és nagyon jól érzik magukat a magyar körülmények között, kiválóan szaporodnak, és ahogy ön is mondta korábban, a bűzmirigyükből kijövő váladék miatt a ragadozók nem szeretnek ezzel a jószággal táplálkozni. Miért húzódnak be a lakásokba? Ugye én is észlelem a saját otthonomban, hogy a függönyök, az ablakok tele vannak ezekkel a rovarokkal. Ezek az állatok telelni szeretnének a lakásban, teljesen télállóak egyébként magyar körülmények között, de védett helyet keresnek maguknak, így biztosítják számukra azt, hogy minél többen át tudjanak telelni, és következő évben még gyorsabban tudjanak szaporodni. Meddig tart ez az invázió? Ugye említettem, hogy most már elkezdődött, meddig tart és mikor a legintenzívebb a jelenlétük? Ezek a poloskák leginkább olyan 20-25 fok körül mozognak a legintenzívebben, alacsonyabb hőmérsékleten téli álomba vonulnak, tehát 12 fok alatt nem találkozhatunk ezzel az élőlénnyel, illetve 35 fok fölött sem érzik jól magukat, tehát ez a 20 fok körüli hőmérséklet, ahol mi is jól érezzük magunkat, ilyenkor kell számítani arra, hogy nagyon sok állat fog ki, illetve berepülni a lakásokba. És hát a kezében tart egy pár már döglött egyedet. Beszéljünk egy kicsit arról, miközben megmutatja ezt a kamerának ezt a talált rovar csoportot, hogy milyen károkat okozhatnak ez az emberekre, van-e valamilyen káros hatása, vagy a földeken bármilyen problémát okoznak-e? Igen, tehát ez az állat, amit itt a kezemben is tartok, erről lenne szó, ez az ázsiai márvány poloska, ez az, ami néhány évvel ezelőtt betelepült, ez az emberekre abszolút veszélytelen, kizárólag növényekkel táplálkozik, és sajnos elég sok gondot okoz nekünk kertészeknek és mezőgazdászoknak, megszivogatják a gyümölcsöket, a virágokat, tehát paradicsomon, paprikán, karósbabon, almán, körtén, sokszor találkozhatunk ezzel az élőlénnyel, és itt bizony károkat okoz. Szerencsére a kertészek, illetve a mezőgazdaszok számára rendelkezésre állnak növényvédőszerek, amiket felelősen használva kiváló minőségű termést tudnak betakarítani. A lakásokban kicsit nehezebb az ellenük való védekezés. Ez egy nagyon méretű állat, de azért a légyirtószerek működnek ellenük, tehát ezeket lehet otthon használni. Arra azért számítsunk, hogy mivel vastag, kitines az állat, többször kell alkalmazni ezeket a rovarölőszereket a lakásban, és főként az ablakok környékén, az ajtóknál, az ilyen résekben bújnak meg, és ilyenkor a melegebb idővel onnan bújnak elő ezek a jószágok. Ágoston Jánosnak köszönöm szépen, és mint hallottuk, kimondottan nincsen bevált módszer arra, hogy írtsuk ezeket a poloskákat, de a lakásunkban jó védekezési módszer lehet a fénycsapda, valamint az Ágoston János által említett légyirtószerrel való körbefújás is.